már több mint fél év után, de szembesülnünk kell egy ilyen helyzettel, de akkor indítjuk most a testületi ülést azokkal a módosításokkal, amit teljes értékű testület és bizottságra van szükség. Megállapítom, hogy a testület határozat képes, jegyzetünk, kitelesítőként felkérném a jelenet, illetve korrigálódott egy idő, aki még hamarabb egy fogsabban lehessen tenni. Kérdezem, hogy van-e a négy napirendi ponton kívül van-e valamilyen egyéb dolog. Hát meg pár dolgot kérdezünk, hogy hol vagyunk a napirendben szerintem. Jó. Akkor mennénk a most ugye jegyző azt, hogy belső a Bújra Hungarika, és ő kéne lenne használni a kinsalátokat. És ha elnézős időnként befárás, hogy csak hiszem, hogy azt látni érzékel, hogy ez sajnos időnként ezt gondoltad. Tehát a felsőoktatási ösztöndi odaítéléséről szóló rendeltárfogás, és ezért tartottuk, hogy ez fontos lenne megvekenni a gyalunk. Ezt a kívül igen el tudnál akkor mondani a... Ami segítséget kap szívesen ez a rendelet? Igen, fogadni? Igen. Ugye a testületi munkatárban benne volt, hogy a testület szabályozza azt, hogy milyen feltételekkel ítéli oda a Búzda Hungarikát, amelyben csatlakozik. Előkészített a hivatal egy rendeletet, a Népjóléti Bizottságnak tárgyalta. Ugye a kiküldött anyagban azt láthattátok, hogy meghatároztunk bizonyos elveket, rászorultsági elveket, amik alapján majd a Népjóléti Bizottság rangsorolni tudja a jelentkezőket, illetve bizonyos összeghatárt is meghatározott a bizottság. Egy egyfőre jutó jövedelmet, ami egy minimális szintet jelent ahhoz, hogy aki beadja a pályázatát, az pozitív elbírálást kapjon. Úgyhogy az előterjesztést kiküldtük a rendeletet, olvashatták, akkor ezt gondoltuk, bizottság ezt javasolta. Inkább így mondom, jó, mint a bizottság ezt az álláspontot javasolta. Nincs jó lény. Igen, azt mondta a jegyző, hogy jó, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valamilyen, nem, akkor javaslatot teszek a rendelet elfogadására, azt egyetért, azt kéne jelenteni. Akkor testületet hangulag ezt elfogadta, köszönöm. Ugyanígy ehhez tartozik és ebbe adódik, hogy a 2021 évi Búzda Hungarika felsőoktatási ösztöndi rendszerről való csatlakozás, ugye a kiküldött anyagban látható, hogy az állam felé minden évben, hogy ezt a lépést meg kell tenni, hiszen nekünk a költségvetésen belül kell majd olyan sorokat biztosítani, amelyhez hozzászoruljuk ezeket a kiegészítő pénzeket, amit az állam és ugye hozzáteszi az önkormányzat. Nem tudom, ezzel kapcsolatban van-e még valamilyen kérdésetek, hanem akkor az a kérdésem, hogy a testület felé javaslom, hogy induljunk ugye ugyanerre az ösztöndi rendszerre, a Búzda Hungarika felsőoktatási pályázaton. Ha ezt egyetértek, akkor kérem jelenzéket. Akkor egy mondom, a testület ezt elfogadta, és köszönöm szépen. Van egy határidősünk, ami a fővárosi víznek örülő fejlesztési tervével kapcsolatos. Gyakorlatilag ezt maga a fővárosi víznek nyújtja be azokban a felújítási pontokkal kapcsolatban, amit ők úgy gondolnak, hogy a jövőben szükséges. Ezt ugye mindig meg kell küldeni a VEG-nek, a energetikai hivatalnak, ők csak ez alapján és ennek kapcsán kapják meg azokat a plusz támogatásokat, ami ilyen bizonyos kompenzációt kapnak a szolgáltatók, és ehhez kell ez a tervnek a elfogadása. Persze természetesen amennyiben és bármi részükről olyan szolgáltatásban eső probléma adódik, akkor attól függetlenül ők ezeket a lépéseket meg fogják tenni. Itt eddig az elmúlt hosszú idők alatt sosem volt olyan probléma, hogy ez nem valósult volna meg.
Ezt kérem a testületnek a támogatását, hogy a gördölőfejlesztés és elfogadásra kerül. Testület által ezt megküldjük a Fővárosi Vízügynöknek, ő pedig tovább küldi az energetikai hivatal felé, ami ez fontos, hogy egyetért ezzel a testület. Akkor a testület egyhangulag ezt elfogadtam, és köszönöm. A negyedik napi rendi pont a Propócs megyen KFT 2019 évi mérvány beszámolója, ugye itt a Covid helyzet miatt ugye minden eltolódott. Ugye mostanában a beadási határidő a irányzottak személyére ugye kiküldésre került az az anyag, ami az elmúlt évnek a könyvelését és egyéb anyagait mutatja. Nem tudom, Zita, ezzel kapcsolatban kívánsz-e hozzászólni? Igen, tehát a fő dolgok, ugye, hogy 2.149.000 forint nyerességgel zártuk az évet. Egy picit hosszúra sikerült a kiegészítőm elégtetőnek az az oka, hogy 19. január 1-től könyvelőváltásunk volt, és egy-két dolog van az új könyvelő, másképp gondolt a könyvelési stratégiát, mint a régi. Például a túlfordulóan vásárolt ételt az egyik eladott elábérra könyvelte, a másik közvetített szolgáltatása, tehát módosítani kellett egy két nyitott ételt, de összességében ugye határidőre mindent el tudtak készíteni. Felügyelő bizottságnak én kiküldtem az anyagot, Gábor kérdésekre válaszoltam, gondolom kielégítő volt, mert több kérdés nem érkezett. A lényeg, amit ugye Gábor is kérdezett, hogy a forgóeszközök és a követelések és a tartozások egymásra szembeállítása. Tehát itt ugye a forgóeszközeink az 7 millió forint és a követelés 12 millió, vagy a tartozás, de ez azért van, mert 12 millióban benne van az OTP-nek a faktoring tartozásunk is, amit ugye egy az egyben gondra leszámlázom az önkormányzatnak, és ugyanannyit átutal nekem, mint amennyit én kifizetek. Tehát ha ezt az összeget levesszük belőle, valamint levesszük a Pázsitónak a 3 millió kaucióra van még ebben az összegben benne a 12 millióban, akkor ugye a forgóeszközünk értéke az elegendő a tartozásunkra. Tehát mondja azt, hogy feladósodottságot. Nem tudom, hogy ugye a kiegészítő melékezzel részletesen el annyi, hogy miért kellett egy hosszú kiegészítő melékezet készíteni. Ami fontos még, hogy pont 19 évvel én egy körbétként állt a kínában, ami azt jelenti, hogy körülbelül 1 millió forintot tudtunk éves szinten spórolni a járulékoknál, valamint akkor 2019-től léptünk a bérleti díjnál az ÁFA körben, tehát előtte nem voltunk ÁFA-sok, és itt is egy idő, mivel megemelkedett ugye a bérleti díjócskán pont 19-ben, ezért itt is elég sokan fel tudtunk visszaigényelni, úgyhogy ez egy jó lépés nektünk. És szumaszumáról pedig ezeket a dolgokat összevetve jött ki ez az évi 2 millió forint nyereség, körülbelül 2,4 millió forint nyereség. Tudom, hogy még kérdés van, akinek nagyjából a lényegeket szerintem. Van kérdésed? Nincs, köszönöm akkor. Ha az ígyben is köszönöm, akkor az éppen akkor beszámolót, hogy az összefogadja az Erdélynek is a munkáját. Akkor kérem a testületet, hogy a Komegyer Kft. 2019 évi névek beszámolni elfogadja. Ha egyetértetek, akkor kérem, jelzétek egyhangul a testület elfogadta. Köszönöm. Az ötödik pont, jeleztük már felétek a fogorvosi praxis előszerződést, hiszen a Polcsár Attila jelezte felénk, hogy más irányokat szeretne venni. Ebből adódóan ő megkérdette a praxis, már többen jelentkeztek, de ezért gyakorlatilag egyetlen egy olyan doktornő fogszakorvos van, aki konkrétizáltan szeretne településünkön akkor fogorvosi gyógyítás szolgáltatást tenni. A
kiküldött anyagban lehet látni, hogy egyébként előszerződésre lesz szükség ahhoz, gondolom, hogy az olyanok megfelelő módon tudjon eljárni, illetve meg tudják indítani a praxis jog megvételéhez szükséges adásvételt a kocsákoktól. Minden leírásra került, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van egy kérdése a testületnek. A fogorvosnőnek azért után néztünk, és némi leinformáltuk, és szakmailag jónak tűnik. Rezidenseket tart többfajta téren, tehát szakmai téren több felé ágazó a tevékenységén, szerintem ugyanolyan jó minőségű orvosi szolgáltatást fogunk tudni kapni, mint az esetleg tudjuk, milyen szakismerje van pontosan? Igen. A illetve most is valamilyen egyéb szakvizsgára készült el. Fogszakorvos, mindig látok csak nem. Mondtam nekünk valamit, mi maradt. Konzervált fogászat és fogfotlásta. Jó, rendben. Tehát a kérdés, aminek kiküldött ennek a kapcsolatban, hogy akkor testületem, hogy akkor ezt az előszerződést meg tudjuk kötni, és akkor tovább tudunk ebbe lépni, hogy akkor december elérjön egy januártól, akkor egy új fogorvosunk egyetért a testet, akkor kérem elezze. Jó, köszönöm szépen. Akkor mi rendünk van tényleg, és ami fontosságot is köszönöm a megjegyzésetek, akkor erről szólt valamit, hogy eljövő minden rövidebb ideig legyünk, mert nem tudható, hogy van. Hogy van, de remélem, hogy különösebb dolog nem lesz, és egy maximum egy 10 nap múlva rendes testületülést meg lehet tartani, ha jól mondtad, oké. Azért kérdeztetem, hogy az eredeti napirendben ugye szerepelt volna a posta, és nem is akarom most kitárgyalni, csak hogyha jól értem, akkor gyakorlatilag megszűnik a településen a posta. Nem szűnik meg. Az épület állagó olyan mértékű romlásban van már, tehát ez valamikor a háború, a századforduló környékén épült házakról beszélünk, ami többszörösen az árvíz meg megtámadott, tehát az egész épületrendszer, minden már olyan felújítást igényel, amelyet az önkormányzat költségvetéséből nem tud finanszírozni. A 2000 fölötti településeknél kötelező postai szolgáltatást kell biztosítani az államnak, tehát mi felajánlottunk már több épületrészt a postának annak idején, még volt szó itt a kollárházról, volt szó a PLK-nak a térkán belül is lehetett volna. Ott ők akarták megválasztani, hogy nekik melyik a jó, tehát ugye ott egy kicsit azért mi kardoskodtunk, és akkor elállt a kettől. A takarékszövetkezet megszűnésével együtt kihívtuk az a műszaki ellenőriket, tehát ott megint egy ilyen faramúci helyzet volt, mert ők azt mondták, hogy hát ha megcsináljuk, akkor ők oda jönnek, és változatlan bérleti díjért. Tehát én azt gondolom, hogy ezt oldják meg most már innentől kezdve ők. Természetesen előadat felaját fölkülteni ajánlani, hogy megkeressük a lehetőséget, és amennyiben olyan építmény, olyan épület épül a település területén, ami alkalmas, illetve ők alkalmasnak találják a postai szolgáltatásra, az legyen meg. Területet, ha kell, akár mobil konténer, akár mobil házakkal, hogy bármivel fogunk tudni biztosítani. Itt ez a lényeg, hogy ebből most már ki kell lépni. Maga a postán dolgozók is már
mondjuk azt, hogy higiéniai és egyéb szempontból is már nagyon-nagyon nem szereti, illetve aki bejön, látja, hogy maximum egy ember, tehát ez nem a 21. századnak megfelelő, ki szégyenfoltjának tartom majd ebben a szempontból. Lesz majd posta. Kell, hogy legyen. Jó. Így van. Tehát nem akarjuk megszokni. A postán dolgoznak, ők helyiek? Igen. Akkor mindenkinek már ilyen szempontból is célszerűbb, hogy munkahely megmaradja. Csak egy kis kiegészítés, amit mondtam, hogy itt a PLK-t előjelentésünknek az első volt a posta, akinek megmutattuk, és akkor felajánlottuk, hogy melyik helységet javasolnánk a számukra. Utcai bejáratban így alakítva, hogy a posta lehessen kialakított. Fülükbontját nem mozdították. Többször a Miklós ennek nekiszaladt, többször mondtam, hogy az építkezés folyamán, hogy jöjjenek, választák, érkezünk meg, megint csak válasz nélkül hagytak minket, és amikor már állt az épület és beletendezve, hogy igól lesz benne, akkor jöttek ki olyan nevetséges indokkal. Akkor már ugye nem lehetett átalakítani az utcai frontot, mert készen volt az utcai front, és ahol most a biztonsági szolgálat és a könyvtár egyik helysége van, az lett felajánlva. És ne nevessetek hangosan, azért utasították vissza, mert nem volt monolitikus beton födévi annak a helyiségnek, és így az őrzés nem volt megfelelő. És akkor az ember így szétállt a karját, hogy érdekes módon most a épületnek megidőlünk és be lehet menni. Ez meg egy beriasztózott, őrzött, védett épület, és nem felelt meg. Tehát kifogást. Ilyenkor mi van? Mi történik most már? Mert kötelezettség van, épület nem jó. Így van, tehát valószínűleg ugye ők is itani fognak ez, ugye az, hát hogy nekik akkor itt meg akarják szüntetni, ez nem úgy tud történni. Tehát beszéltünk ugye akár országgyűlési képviselővel, illetve azok, akik ezzel foglalkoznak, a posta kötelező dolga lesz, hogy megoldja ezt. Tehát a településen belül vannak ingatlanok, amik kiadók, eladók, bérbe vehetők a posta, jelenleg, ha jól emlékszem, ilyen 30-valahány ezer forintnyi bérlet égi, tehát egy nevetséges összegű van, ugyanezt akarják több helyen, tehát halljuk, hogy mindenhol ez megy. El kell indítani ezt a folyamatot, de aki oda megy a postára, látjuk, hogy ez így nem működik, illetve most egy csomó felújítási és karbantartási dolgot szeretnének ráterhelni az önkormányzat felé, én meg ebben már nem lennék hajlandó belemenni. A tető is rossz állapotban, az épület falai felállásra, folyamatos dugulás elhárítással kell foglalkozni, amikor mi is kiküldjük az embereket, illetve hát maga az az utcai rész, az egész környezet már nem alkalmas. Tehát én ezt mindenféleképp azt szeretném elérni. Természetesen kérem azt, hogy azért ezt ha lehet a kamerának amennyire ha kell nekik a segítség, akkor valamilyen módon egy-két hónappal vagy negy évvel meghosszabbítjuk ezt a történetet, de alapján ő egy határozott kell arról, hogy innen elkerüljenek most már. Ez nem jó így. Oké. Okay. Jó, köszönöm szépen. Még egy kérdésem van, ez a földemért Kft. Ez hogyan került képbe, vagy? A földemért non-profit? Így van. Hát gyakorlatilag úgy jöttek képbe, hogy több helyen én már mászkáltam a városba, bent a fővárosi vízőnek, meg gyakorlatilag ugye egy-két egyetemi ponton is, és ővelük tárgyaltam ilyen szinten, hogy minket érdekelne, hogy milyen lehetőségek lennének, és ők nagyon-nagyon nyitottak arra, hogy itt a szigeten, de legfőképpen szeretném, hogy a Korcsonyes Üren területén tudnának szerepelni ezekkel az előadásokkal. Milyen referenciáik vannak a területről? Hát az egyik úriember az kb. 30 éves urányban is lakik. Szakmai referenciára gondoltam. Hát én most nem kérdeztem. Mert ez egy fél évet se alakult cég. Egy 20 éves ügyvezetőből. Mm-hmm. Kettő, míg a Környezetvédelmi Bizottság részben ezért is ilyen céllal is jött létre, és a Gábor például adott két cég nevet is, akik szintén fogjuk, tehát hogy... Tehát nem is nem kaptunk sem tartalék. Ez csak a... Jó, nem értem, az egyébekben van, volt, nem is akarom most erre tárgyalni, mert azt gondolom, hogy továbbiakban bekérem azokat az információkat a fiatalokat. Jó, mert nem találtuk olyan referenciákat, amit ezt találtalmaztanak, amelyről foglalkozni kívánok. Nem, de
1-8-10-5-6. Nekem lenne még egy, és akkor szeretném kérni, hogy szó szerint szerepeljen a jegyzőkönyvben, oldalomírásban is, hogy szeretném megköszönni a közel egy éves lehetőségét annak, hogy Surán Nyaralú nevében felszólalhattam, és talán egy kicsit az ő hangjukat is hallottam. Csak nem látom, bocsánat. Családunk életkörülményeben bekövetkezett változások nem teszik lehetővé, hogy továbbra is képviselhessem az itt élők hosszú felügyi érdekeit, így ezen nem volnapi hatállyal lemondok a képviselői tisztségemről. A testületnek jó munkát, a nyomindalék a képviselőnek erőt, egészséget, kitartást és türelmet kívánok. Remélem, nem olyan gondok, ami olyan hírségből bár, hogy bocsánat, hogy ezt gondolom, de mégis azt gondolom, hogy ezt meg kell adni. Én köszönöm. Más irányú olyan jellegű, tehát el fogok költözni a településről, és egy olyan lehetőség adódott a családunk életében, hogy meg kell lépnünk. Nagyon én köszönöm akkor. Időnként nagyon éles, de egészséges, jó vitákat, amit tettünk, és volt rá lehetőség. Azt gondolom, hogy akiket képviselti, azok biztos megelégedéssel nyugtázták az elmúlt időszakot. Köszönöm szépen akkor, hogy egy eddig munkával segítetted a település fejlődését, és azt gondolom, akkor megint van egy plusz dolgot, amit el kell végezni. Jó, köszönöm szépen, és akkor befejeznék és berekeszteni, de akkor ezért, ha 10-12 nap múlva lenne, ha minden jó, és megvannak azok a teszteremények, a testület, illetve ha egyéb kérdésre, napirendi pontok, illetve hogy hadig lesznek egyéb, akkor abban próbáljuk meg kiegészíteni. Remélem mindenki jó egészségben tud lenni ebben az időszakban, egy kicsit mondom, minket is megfogott ez a mostani időszak. Bízom benne, hogy mindenki tudott, akár Budapesten jelen, akár egészségben tudjuk tölteni a következő időszakot. Jó, köszönöm szépen!